Sziasztok! Nálam nem lehet majd anonim kérdéseket föltenni, mert Németh Ádámot úgyis ismerem. Erről is ott van. Hello! Sziasztok! Tiétek az első két kérdés. Megvan a... Megvan! Nagyon jó. És elől nem látom csak magam mögött? Ide jövök mellé, de az úgy jó. Én csak szemembe. Fantasztikus. Nem, ide állok. Mindenki álljon kicsit arrébb, és akkor jó lesz. Tehát, a nyomkodhatom én. Tehát az Origónak, az Origó közelebb a számhoz, így jó. Az Origó redesignjáról lesz szó néhány percben, nyilván erről tudnék. Kicsit nehéz két óránál rövidebb időtartamban beszélni erről, de csapongani fogok pár percen keresztül, aztán lesz, ami lesz. Ugye mindig, amikor egy aránylag népszerű vagy bevált nagy olvasótáborral rendelkező szájtnak megváltozik a dizájnja, akkor mindig az a kérdés, hogy miért kellett elbaszni az, ami egyszer már jól működött, és egyáltalán mi értelme van állandóan mondjuk Magyarországon rendszeres 5-6 éves intervallumokban átdizájnolni a nagy szájtoknak a kinézetét. Hát azért, hogy jobb legyen nyilván, mert az, hogy egy szájt jobb vagy rosszabb, az egy időben nem eldönthető dolog, hanem ahogy változik körülöttünk a környezet, a technikai lehetőségek, az olvasói szokások, a sales tevékenység, stb. Adott pillanatban más szempontból optimalizált szájt az, ami a legjobban kielégíti az igényeinket. És persze ott van a piaci verseny, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szomszéd szájtja megújuljon, amilyen pedig 1999-es legyen még mindig. Ennél sokkal gyorsabban kell beszélnem. Tehát ugye a változással az a nagy probléma, hogy a szájt törzs közönsége az nagyon nehezen fogadja el azt, hogy a szájt változik, egyrészt mert megszokták a dolgokat, másrészt a törzs közönség az, aki gyakran használja a szájtot, az képes arra, hogy megtanulja azt is, hogy a szájtnak a különböző hibáit, vagy téves navigációs útjait, stb. Hogyan kell kiküszöbölni. Tehát lesz egy ilyen tudás, amit büszkén fog hordozni magán, és úgy érzi, hogy egy benfentes azon a szájton, és amikor kap az arcába egy ürat, akkor nagyon jó, tehát hogy ez a harmadik slide, nagyon jól látod, és még lesz néhány. Nagyon sok dolog szól még ellene, még egyet emelnék ki, a sales. A sales az egy borzalmas dolog, mert ugye a sales az eladja előre, nehezen változtatja meg a konstrukcióit, és állandóan retteg attól, hogy mi történik, hogyha jaj, megváltoztatjuk a dizájnt, akkor az X oldal struktúrának kevesebb lesz a P-je, pedig ott eladtam 1 millió P-t a jövő hónapra, jaj, mi lesz? Hát a sales az egy eléggé befolyásoló tényező, amikor a szájtot módosítunk. Az, hogy a régi Origónak mi volt a baja, ezt át is ugorhatjuk, mindenki látja, amikor ránéz a következő szlájdra. Itt egymás mellett lehet látni csak így blikre a két szájtot. A régi Origónak az volt a hibája, mint az összes nagy magyar szájtnak, hogy pici, zsúfolt, furfsziorientált, töltsérszerűen csökken lefele az érdekes anyagok aránya, illetve ami a képernyő vagy az oldal alján van, az igazából már csak egy temető, ahol a legfeleslegesebb dolgokat gyűjtjük össze. Egy ember, aki a space nyomja, az nem ártana. Egy kicsit azért azt szeretném megjegyezni, hogy szerintem az, hogy egy szájtnak milyen a kinézete vagy dizájnja, az abszolút másodlagos, mert a szájtnak mindig a forma, a content a fontos eleme. Gyorsan három rövid történet, egy a Goker, ugye azt nem tudom mennyien ismeritek, a Tamás biztos, hogy a Goker 2011 februárjában a Goker az egy nagy amerikai blog, tehát mondjuk az Origóhoz hasonlítható, vagy annál nagyobb nézettségű szájt. 2011 februárjában egy olyan redesignt kapott, ami gyakorlatilag a látogatók egyharmadát vitte el, és kb. Egy évig tartott az. Jó van. Kb. Egy évig tartott az, amíg sikerült visszaszerezni a látogatókat. Én itt azt mondanám, hogy a Goker egy olyan erős content, ami a formai bénázások ellenére is meg tudja tartani az olvasottságot. A másik két sztori nem annyira érdekes. Az Indexnél csak azt akartam volna mondani, hogy az Indexnél igazából a redesignok azok mindig követik a tartalmi strukturális változásokat. Tehát hogyha valami a mélyben már nagyon más, milyen is kiköveteli azt, hogy legyenek
új navigációs utak, vagy egyáltalán másképp nézzen ki a szájt, akkor az Index általában egy ilyen követő redesignet csinál. Az Origo esetében pedig most egy kicsit fordítva csináltuk, hiszen az Origo tartalmilag még nem változott meg annyira, mint azt szeretnénk hosszú távon, viszont az új címlap dizájnnal egy kicsit elébe mentünk a változásoknak. Gyorsan kell beszélnem, de nem veszek levegőt, most veszek egy pár párat. Ez a Golker grafikon, de most ez nem érdekes. Egy mondat még arról, hogy nem csak az olvasottság a szempont, amikor áttervezünk egy szájtot, hanem egy redesign, az egy nagyon erős üzenet a piacon arról, hogy ki a tökös legény. Tehát Magyarországon az Index volt sokáig az a szájt, akit mindig mindenki utázott, mert az Index volt a legdinamikusabb, meg legtrendérzékenyebb, tehát mindig ott voltak előtt ezek a nagy változások, aztán az összes többi szájt is átvette az Index struktúráját. Tehát ez most az Origo szempontjából egy elég fontos, hogy mondjam, követőből, ugye az Origo mindenki követő típusú szájt tervezést használt, most viszont legalább egy fél éves előny kapott azzal, hogy egy olyan design van, amit a magyar szájtot csak egy fél év csúszással fognak majd követni, majd meglátjátok ezt jövőre. Mondjuk egy percet. Nem baj, majd kérdezhettek. A módszertan szerintem az elég érdekes, amikor az ember így nekiáll így nulláról, hogy van előtte egy fehér papír, meg aránylag szabad kezet kap arra nézvést, hogy milyen legyen az új szájt, akkor milyen eszközökhöz nyúl. Én itt most délután sokáig sakkoztam, de arra jutottam, hogy kb. 20%-a az inputnak az mérés. Tehát aki itt volt 2009-ben a Poliferi hasonló eladásán, ami szinte csak arról szólt, hogy milyen mérések vannak a szem, kamera, meg mindenféle baromság, ezekben nem hiszek annyira, mint a Poliferi. Én abban hiszek, hogy lopni kell 30%-ban más szájtoktól ott bevált dolgokat, ami szintén nem egyszerű dolog, mert az interneten baromi sok szájt van, és mind szar. Kivéve mondjuk 30, ami jó, és akkor azokból kell ügyesen összelapátolnod azokat a dolgokat, amik jók lehetnek neked. Mindig van tere kreativitásnak, azt gondolom, hogy kb. 10% egy ilyen Origo típusú redesignnál, és ami a nagyon fontos, a 40% a szintetizálás, amikor ezeket mind bedobod egy nagy kosárba is, és úgy kivenni, hogy azok passzoljanak egymás mellé, és neked jók legyenek. Megnézem, hányat kell átugornom ahhoz, hogy... Ezt úgy szeretem, ezt hadd mondjam el, ezt az egy szlájdot még. Az emberi vagy kulcsnak négy kulcsreakciója van, amikor egy ismeretlen dolggal találkozik. A tetszik, ehető, bánt-e, dugható. Tehát ez, mindig ez van. És amikor szájtot tervezel, ez tök érdekes, hogy ezt a négy kérdést mindig jól meg kell tudnod válaszolni. Ugye a tetszik arról szól, hogy egy ránézéssel a szájt az olyan, hogy neked bejön-e, jól érzed magad rajta. Az ehető jelenti azt, hogy ha van rajta olyan hasznosság, tartalom, információ, ami kell neked. A bánt az nyilván annyit mondok, hogy internet banking, akkor mindenki tudja, hogy miről beszélek. A dugható az pedig az, hogy szeresd azt a szájtot, tehát hogy érzelmileg is van, hogy be is legyél visszatérő látogató azon a szájton. Ez a négy nagyon fontos szempont. Az engem annyira nem érdekel, tényleg. Tehát, hogyha egy szlájdot választhatok, az a struktúra lesz. Tehát az utolsó szlájd, és akkor már csak a kérdések lesznek, jó? Tehát csak az, hogy kb. A struktúránál milyen elveket követtünk, mert ugye vannak a webben nagy trendek, amiket illik követni, tehát az, hogy visszajön az újságszerű nagy tipográfia, visszajönnek a nagy képek, mert technológiailag most már a fontokat aránylag széles böngészőkörben meg lehet oldani, hogy jól nézzenek ki. Ezek mellett az Origo címlapjának a legfontosabb, egy mondatban össze kéne foglalnom az egészet, különbsége az, hogy ez nem egy first use címlap, hanem ez egy olyan címlap, amit végtelen, vagy legalábbis nagyon magas oldalnak képzeljetek el, és ez egy kiegyensúlyozott oldal, ahol a fontos információk szét vannak szórva több top story-ban, tematikus blokkokban, arra kényszerítve a felhasználót, hogy scrollozzon. Mi azt gondoljuk, hogy egy magyar felhasználó, amikor ilyen szájtra jön, akkor először nem fogja tudni, hogy neki itt scrolloznia kell, mert vannak beidegződések, viszont én tök részek abban,
hogy más népekhez hasonlóan a magyar felhasználók is megtanulják azt, hogy lehet lefele menni, és lefele is tök érdekes tartalmak vannak, lefele is, mint hogyha újra kezdődnének a szájtok, és ezek a tematikus blokkok, amik ki vannak alakítva, ezek pedig még jobban lefele húzzák a tekintetet. Tehát ez a lényeg, hogy ez egy ilyen magas szájt, és tökre szeretnénk, hogyha bejönne ez a struktúra. Hát ezt most még nem lehet tudni annyira, hogy bejönne, vagy nem. Ezt nézzétek meg, nem is olvasom fel. Az az Index a jobb oldalon, az az Origo, ezt tegnap random éjszakai pillanatban csináltam. Tehát a szájtunk, az technikailag, az nagyon ott van. Mondjuk ez nem nehéz. Ha akartok feltenni kérdéseket, párat összeírtam, és akkor nem kell gondolkoznotok, de szerintem talán lesz a nélkül is. Ernő, első kérdés az... Igen, hogy mondtad, hogy mégis a mérés csak 20%, de azért a végén mégiscsak ott méricskéli nyilván az ember, hogy ha már kikerült, hogy akkor a nem arra a mérésre gondolok, hogy milyen gyorsan jön be a szájt, hanem arra gondolok, hogy ki hova kattint. Igen, mindegy, de a kérdésem igazából az, hogy akkor végül is mondtad, hogy még nem nagyon lehet tudni, de hogy eddig mit lehet tudni, hogy jó lett ez? Ezt nem tudom, hogy mennyit beszéltek erről. Azt mondhatom, hogy nincs olyan beszakadásunk, mint a Gokernek volt 2011 tavaszán. Azt mondhatom talán, hogy az Origo bizonyos részei kapnak kevesebb figyelmet azáltal, hogy átkerültek a címlapon egy másik helyre. A Unique Visitoria a címlapnak az nem nagyon csökkent, az csak ilyen néhány százalékos csökkenés, tehát nincs ilyen nagy gödör. Igazából ősszel dől el, amikor beindul megint az internet, hogy mi a stájsz van. Egy gyors kérdés, hogy a szerkesztőségi folyamatokat megváltoztatta ez valahogy, hogy máshogy... Ez egy nagyon szomorú téma, és nagyon hosszan tudnék beszélni róla. Köszönöm. Hogyha most ránézel az Origo címlapjára, tehát hogyha én ránéznék ebben a pillanatban az Origo címlapjára, akkor infarktus kapnék, ezért nem szoktam nagyon gyakran nézegetni, csak amikor itt tényleg muszáj munkaidőben főleg. Az újságírók nagyon nehezen veszik fel ezt az új tempót, de mint mondtam, az Origo új címlapjának is az a célja, hogy az a változás, amerre az Origo megy, tehát hogy ilyen működjenek együtt egy témán különböző rovatok, legyen az egész jó értelemben vett bulvárosabb, tehát vannak ilyen dolgok, hogy afele menjen a tartalom, az kicsit ezzel a címlappal előre próbáljuk segíteni. Az újságírók baromira nehezen szerkeztik ezt a címlapot, csak a gond. Három nagyon jó kérdés, jól válaszol, vagy jól gondoljátok meg. Ádámot mindenképpen szeretném, és az Ernőt is. Ki lesz az utolsó? Ez a kérdés bennem már sokszor felmerült, és most is megkérdeztem szerintem nyilvánosan is, hogy miért van az, miért kell Magyarországon bum nyilvánosságra hozni 24 órával előtte haveroknak elküldeni egy screenshotot, ahelyett, hogy úgy, mint a nyugatabbra lévő civilizációkban egy hónappal előre, esetleg párhuzamos béta, tehát, hogy egy hónappal előtte, Tobi volt egy hónappal előtte. De nem, az emberek azt képzelik, hogy amikor egy Origo szintű cégnél redesign van, akkor egy kibaszott nagy laboratórium, fehérköppenyes emberekkel, akik legalább százan rongálnak ide-oda, és már évekkel ezelőtt nem értek minden lehetséges dolgot ezzel kapcsolatban. Ez nem így van. Utolsó pillanatban készül el minden, tehát ez gondolhatod, Ádám, hogy működik, ha már voltál ott közelben. Változott-e az a mérőszám, hogy egy látogató az hány oldalat látogat meg? Kevesebbet, mint előtte, de ezen fogunk segíteni. Ez a projekt nem záródott le, tehát van nyilván egy korrekciós szakasz. Inkább a cikk oldalakon vannak nagy változások, ugye, hogy megismételjük azt a szekciót a címlapról, az oldal alján, ahol bejött, meg ilyenek. Nem működik minden elsőre. Ezt el kell fogadni. Én nagyon hiszem, hogy ez egy tök jó irány, és meg tudjuk hackelni, úgyhogy ezek a problémák nem lesznek majd később. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a mi kedvünkért öltöztél Új Péternek, vagy a közös munka alatt ragadtak át egyes stílusjegyek? Nem. Egyetlen egy oka van az öltözkedésemnek, hogyha megkérdeztétek volna, hogy a fejléc miért olyan színű, amilyen, amit én gyűlök, akkor nem tudtam volna, hogy milyen színű lett volna, hogyha én választottam volna színt. Az a fényben ez nem látszik. Az a helyzet, hogy beakadt a mikrofon, úgyhogy a többit azt a sörözés után, vagy közben.
Köszönöm!